Együtt újra sikerülni fog, Magyarország le fogja győzni a koronavírus járvány második hullámát is. Ezt mondta a Fidesz frakció vezetője azután, hogy lezárult az országgyűlés őszi ülés szaka. Kocsis Máté úgy fogalmazott, a kormánypártok minden szükséges felhatalmazást megadtak a kabinetnek a járvány elleni eredményes védekezéshez. A baloldali képviselőkre azonban nem lehetett számítani a vírus elleni harcban. A Fidesz kommunikációs igazgatója a vendégünk. Köszönöm szépen, így van, a külső stúdióban ott van Hollék István. Jó reggelt kívánok, igazgató úr! Jó reggelt kívánok! Ha megengedi, mindjárt folytatjuk a felvezetésben említett járványügyi védekezéssel, de hadd kezdjem azzal a kérdéssel, véget ért a parlament őszi ülésszaka és az elmúlt hónapokban a védekezés alatt mintha az ellenzéki hang nem megváltozott volna és akkor meglehetősen fidoban fogalmaztam, ezt hogy értékeli? Hát az a helyzet, hogy én azt tapasztalom, már évek óta, ez egy sok éves folyamat, hogy egyre inkább durvul a parlamenti vitáknak a hangneme. Úgy is mondhatnám, hogy csökken a parlamenti vitáknak a színvonala. És ez valóban annak köszönhető, hogy a baloldali pártok azon versenyeznek, hogy ki tud durvább rágalmakat a kormánypártok fejéhez vágni. Nem örülök neki, hogy ez van, de ugyanakkor már hozzászoktunk ehhez, ezzel, ezzel kell együtt élni. Ennél egyébként lényegesen nagyobb baj az, hogy, hogy itt elhangzott, valóban azt tapasztalhattuk ebben az ülésszakban, illetve ebben az évben, tehát a tavaszi és az őszi ülésszakban egyaránt, hogy a baloldalra a járvány elleni védekezésben nem lehet számítani. Most arra is gondol, igazgató úr, hogy készült egy videó, aztán a védekezést kifogásolták, a felszereléseket, aztán a lélegeztetőgépeket, most pedig a vakcina ellen is szólaltak föl. Hát igen, valóban, ugye itt volt a járványnak a, az első hulláma, ami lezárult. A védekezést is sikerrel lezártuk. Tehát tudunk tényleg higgadtan, objektíven, Véleményt formálni arról a védekezésről. És azt láthatjuk, hogy európai összevetésben is az első hullámban Magyarország kifejezetten sikeresen védekezett, azok között az országok között vagyunk, amelyek elmondhatják magukról, hogy sikeresen védekeztek. Na de ennek ellenére azt láthatjuk, hogy a baloldal ebben az első hullámban is folyamatosan támadta a védekezést, ahogy ön is utalt rá azt mondták, hogy kevés a lélegeztetőgép, amikor megjöttek a lélegeztetőgépek, akkor azzal támadtak bennünket, hogy sok, túl sok a lélegeztetőgép. Kóros Lajos valóban elkészített az elmúlt 30 év legnagyobb kamu videóját, tehát folyamatosan abba voltak elfoglalva, hogy támadják a védekezést és sajnos a mai napig nem látják be azt, hogy amikor a járvány elleni védekezést támadják, akkor nem a fidesz kdmp t nem bennünket, nem a kormányt támadják, hanem lebecsülik azoknak a járványügyi szakembereknek, egészségügyi dolgozóknak, ápolóknak a munkáját, akik egész évben hihetetlen és emberfeletti munkát végeztek. Én is meg kell köszönjük nekik az áldozatos munkájukat az egész év arról szólt, hogy mentették emberfeletti munkával az életeket. Az ő munkájukat nem veszik figyelembe, nem tisztelik a baloldaliak akkor, amikor a védekezést támadják. Hogyan értékelhető az önök részéről a most már ötödik hetet tartó a szigorúbb intézkedések a járvány szempontjából idehaza? Mert hogy a fertőzési adatok azt mutatják, hogy folyamatosan csökken a fertőzöttek száma, legalábbis a tesztelt fertőzöttek száma? Én azt látom, hogy a kormány mindent megtesz a védekezés érdekében, amit meg kell. Nyilván folyamatosan nézik a nyugat-európai példákat, hogy ott hogyan változik a járvány görbe és milyen intézkedéseket vezetnek be, és azt gondolom, hogy a járvány első szakaszában, úgy most a második szakaszában is, azokat az intézkedéseket hozta meg a kormány, amit ebben a helyzetben meg kell hozni, amelyek, amely intézkedéseknek a meghozatala mindenféleképpen szükséges. Nehéz nyilvánvalóan betartani ezeket az intézkedéseket, mindannyiunknak nehéz, sokunknak már elege is van belőle. Tudjuk, hogy ez a karácsony, tehát ez az egész év nagyon nehéz volt, egy rendkívül nehéz évet hagyunk magunk mögött, és még van belőle két hét, és az a két hét sem lesz könnyű. Ilyen karácsonyi ünnepünk még nem volt, de arra kérünk mindenkit, hogy ahogy eddig, fegyelmezetten tartsuk be a korlátozó intézkedéseket, hiszen ezzel tudjuk csak a magyar emberek egészségét megőrizni, és hogyha így teszünk, akkor közösen valóban együtt sikerülni fog a járvány második hullámát is legyőzni. A Fidesznek mi a véleménye arról? Baraszka Eszterrel és Kiszeri Zoltánnal már az előbb beszélgettünk arról, hogy a Európai Tanács az állam és kormányfők múlt heti összejövetelén ugye megállapodtak a jogállamiság feltételrendszeréből, egy keretrendszerről, majd hozzá fűztek egy külön kiegészítést, hogy ez csak akkor használható, hogyha az Európai Uniós pénzek felhasználása kapcsán sérül a rendszer politikai okból, de erre mondta az ellenzék, a magyar ellenzék, hogy ez az ő győzelmük, csak nem tudom, hogy akkor milyen a vereség, ezt többen is felvetették. Például Soros György meg is sértődött emiatt. Igen, kis zavar van az erőben, hiszen azt láthatjuk, hogy a baloldali szellemi holdudvar, Róna Pétertől elkezdve Vásárhelyi Máránát egészen Soros Györgyig azt mondja, hogy ez egy rossz megállapodás, legalábbis az ő értelmezésükben rossz megállapodás, mert hogy az Európai Unió megint engedett Magyarországnak és Lengyelországnak. Ezzel szemben valóban a baloldal megpróbálja ezt győzelemként eladni. Maradjunk a tényeknél, higgadtan azt tudjuk mondani, hogy Magyarország hozzájut a neki járó támogatásokhoz, és azt is sikerült elérni, hogy szubjektív kritériumok alapján egy ilyen zsarolási eljárást nem lehet indítani, ahogy ön is fogalmazott, csak az EU-s pénzek elköltésével kapcsolatban lehet konkrét ügyben egy ilyen eljárást elindítani. Azt gondoljuk, hogy ez jó Európának és jó Magyarországnak, most mégiscsak egy vírus-járványhelyzetnek a közepén vagyunk. Ebben a helyzetben az Európai Uniónak az a dolga, az a feladata, hogy segítsen a tagállamoknak. Most úgy tudott leginkább segíteni, hogy végre a költségvetést tető alá hozták. Így minden olyan tagállam, amely nagy gondban van, nagyon megrogyasztotta a válságot követő, a koronavírus járványt követő gazdasági válság. Ezek az államok, itt főként a déli államokra kell gondolni, hogy hozzájussanak a pénzükhöz. És ezzel együtt Magyarország is megkapja azokat az Európai Uniós forrásokat, ami nekünk jár. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.